Let me be your fire. We're a thousand miles up and I'm about to get higher. Feel my heart beating out my chest. You're the only prayer I need to make me feel blessed. Singing, oh, oh. Sziasztok, kedves GameStar TV nézők, bár ez a nap állásán nem látszik, de délután 2 óra van, úgyhogy 6 és fél óra autókázás után megérkeztünk a csodatos Krakkó melletti sóbányába, aminek most nem próbálom meg kimondani a nevét. Az idő nem túl jó, de hát reméljük, hogy maga ez az event jó lesz, hogy a Heroes 7 Press eventen vagyunk. Most szóltak, hogy ebben a sóbányában nem lesz túl meleg, én sem öltöztem olyan túl melegen, de hát a pulóver az otthon maradt, úgyhogy annyi baj legyen. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk odabent pontosan, de ha minden olyan jól fog kinézni, mint a mögöttem látható kislány, akkor nagyon nem fogunk csalódni. Nagyon félek. Mi nem félünk. All you'll ever know. Shake the ground, the higher that we go. We'll take the stars and show them how to glow. Yeah, 'cause life is more than just a waiting game. And we're not waiting till it's time to play. The only rules I play by are you. Play by you. Oh, my love, let me be your fire. Na hát, sziasztok! Időközben megérkeztünk korábban már említett sóbányába. Túl vagyunk egy elég rövid, de annál érdekesebb tárlatvezetésen, illetve már meg is ebédeltünk. Azóta volt egy rövid előadás, így Heroes alapok, megismertették velünk, hogy milyen változások lesznek most a 7. epizódban. Ugye a 6-hoz képest ott csak 4 resource volt, most visszatérünk ahhoz, amit a játékosok szerettek volna, visszatérünk megint a 7-hez, illetve megbeszéltük, hogy milyen frakciók lesznek, mikkel fogunk tudni játszani majd, amikor a játék megjelenik szeptember végén. És bár egy sóbányában vagyunk, ez kicsit más, mint amit az ember egy bányától várna. Egyrészt van benne egy kosárlabda pálya, de ami talán ennél is izgalmasabb, az a mögöttem látható 50 darab PC, amin most itt körülöttünk újságírók, játékosok és mindenféle egyéb meghívott vendég ezekben a percekben már próbálgatja a Heroes 7-et. Na hát, sziasztok GameStar TV nézők, véget ért a Might and Magic Heroes 7 VIP eventje itt a Krakkó melletti sóbányában, ahol legutóbb bejelentkeztünk. Körülbelül egy 2 órát volt időnk játszani a játékkal, úgyhogy ez alatt belenéztünk a kampányba, kipróbáltuk a skirmish-eket, illetve kipróbáltuk ezt a duel módját is a játéknak. Nyilván azért nagyon nem tudtunk a végletekig belemenni, de azért jó rálátásunk van már a játékra, illetve kapunk még majd ilyen kipróbálható buildet még a megjelenés előtt, úgyhogy lesz még időnk játszogatni vele. Nyilvánvalóan ez még egy inkább beta, mint végleges verzió, úgyhogy vannak még benne apróbb hibák, de a fejlesztők mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt kijavítsák még a megjelenésre. Még mielőtt a játékról beszéljünk, nézzük is meg, hogy miért van előttem ez a csodálatos szatyor. Mint látjátok, ez egy Might and Magic Heroes 7-es szatyor, amit mindenki kapott, aki ott volt. Nem igazán a szatyor az érdekes, hanem ami benne van. Ez egy ilyen kis goodie bag. 2 darab dolog van benne, ami érdekes. Az egyik, ez egy ilyen elképesztően menő Might and Magic Heroes 7-es póló. Mondjuk jobban örültem volna, ha ez fekete és nem fehér. Ádám meg jobban örült volna, ha nem XL-es, hanem XS-es. Tehát ízlések és pofonok. Amit a pólón kívül pedig kaptunk, az egy még menőbb, limitált szériás Vial of Dragon Blood feliratú sör, amit mondták, hogy ne ígyunk meg, mert hogy évek múlva majd lehet, hogy nagyon sokat fog érni, hát meglátjuk. Valószínűleg nem fogunk rászorulni, hogy ezt ma megígyuk, de ki tudja, meglátjuk, hogy mennyit fog érni. Na de akkor visszatérve a játékra,
Belenéztünk egy kicsit a kampányba, izgalmasnak ígérkezik, vannak azért apróságok, amik picit talán zavaróak, legyen az akár animációban, akár egy picit a játékmenetben, de ezek olyan kis dolgok, amiket még vagy lehet javítani, még a megjelenésig, vagy utána apró patchekkel, és a skirmishek is jónak tűnnek. Aki játszott bármelyik Heroes résszel, igazából annak nagyon ismerős lesz a formula. A Heroes 3-hoz lehetne talán a leginkább hasonlítani, abszolút ugyanazt a hangulatot adja vissza, nyilván egy sokkal modernebb, sokkal dinamikusabb környezetben, de abszolút ugyanaz a hangulat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy elég jól eltalálták. Nyilván Ubisoftos játék révén jönnek majd ehhez, ugye 6 fajt kapunk az elején, jönnek majd ehhez kiegészítőben még fajok, DLC-k, extra tartalom, illetve a pályaszerkesztőn keresztül jönnek majd az extra küldetések, missionok, ilyesmik. Úgyhogy mindenképp kíváncsian várjuk, hogy hová fut ez ki. Túl vagyunk a Heroes 7 Press Event másik napján, vagy hát fél napján, mert még csak dél van. Itt vagyunk egy krakkói moziban, ahol az előbb egy hát 2-3 órás előadást hallgattunk meg. Volt benne egy rövid filharmonikus koncert, aztán kicsit meséltek a fejlesztők a játékról, utána pedig egy hát 3-4 órában egy ilyen Q&A keretein belül a rajongók kérdeztek, a fejlesztők, illetve a kiadó pedig válaszolt olyan kérdésekre, hogy lesznek a DLC-k, bekerül-e ez vagy az a frakció, miért az adott zenéket választották, találkozunk-e majd olyan zenékkel, amikkel a korábbi epizódokban is, úgyhogy ilyen is ehhez hasonló kérdésekre kaptunk választ. Most pedig, ahogy itt mögöttem is látszik, kb. 100 gépen ki lehet próbálni a játékot, ez már egy teljesen nyílt event, úgyhogy nagyon sok rajongó is itt van, nem csak a sajtósok, akik csak úgy eljöttek és kipróbálják a játékot így egy hónappal a megjelenés előtt, úgyhogy hamarosan mi is visszaülünk közéjük és játszunk még egy kicsit. Megint játszottunk egy picit, pontosan ugyanannyira élveztük a játékot, mint tegnap, kíváncsian várjuk a megjelenést, hogy valóban be tudjál váltani hozzáfűzött reményeket. Mi búcsúzunk is innen a krakkói mozi elől, úgyhogy találkozunk a Game Night-on. Sziasztok!